Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Ez itt heti programajánlónk, ahol garantáltan mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot. Terézváros eseményei mellett budapesti és vidéki helyszíneket is bemutatok, érdemes lesz tehát ma is velem tartani. Ünnepi könyvhét 2017. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöksége az idei évben is megrendezi az ünnepi könyvhetet és a gyermekkönyvnapokat. Az eseményt Magyar Örökség díjjal is kitüntették, és a budapesti több állomás mellett 80 vidéki városban településen, a határon túl pedig Kolozsváron és Aradon is megtartják. A budapesti könyvhét június 8-ától 12-ig tart, magja a Vörösmarty tér, de természetesen több 6. kerületi helyszín is várja a könyvek szerelmeseit. Könyvbemutató az Ötvös Tízben. A Fekete Sas kiadó bemutatja az idei könyvhétre megjelenő könyveit Tarján Tamás irodalomtörténész és Dunai Tamás színművész közreműködésével. Az eseményen számos könyvet mutatnak be egészen különböző témákban, magyar és külföldi alkotók tollából. Érdekes, irodalmi estre várnak tehát minden érdeklődőt június 6-án kedden, este 6 órakor az Ötvös utca 10 szám alatt. A részvétel ingyenes. Ünnepi könyvhét az Írók boltjában. A 88. ünnepi könyvhét ünnepélyes megnyitójának és dedikálásoknak a Liszt Ferenc tér ad otthont június 8-án csütörtökön. A rendezvénysorozatot Simonfi Márta, Terézváros alpolgármestere és Gács Anna, a Szép Írók Társaságának elnöke nyitja meg. A könyvhét ideje alatt folyamatosan megtekinthető Nemes Péter képzőművész kirakati installációja. Számtalan különleges könyv mutatkozik tehát be az Andrássy úti Írók boltjában június 8-a és 12-e között. Bővebb információért látogassanak el, kérem, az Írók boltja honlapjára. Magvető est a Radnóti Színházban. Napjaink magyar irodalmának legfontosabb és legizgalmasabb szerzői mutatják be a közönségnek először aktuális műveiket. A magvető esten bemutatkoznak többek között Bán Zsófia, Bencsi Korsolya, Darvasi László, Eszterházi Péter, Györfi Ákos, Mélbacher Róbert, Oravec Imre, Tóth Krisztina, Zavada Pál, akik ezen az esten maguk tartják meg a premier felolvasásokat is. Az est házigazdája Bálint András és Szegő János, a programot tovább színesítik a minőségi zenei betétek. Kovács Márton hegedűn, míg Rost Tamás cselló játszik. A nyomdából frissen érkezett példányokat az írók a helyszínen dedikálják. Szeretettel várnak mindenkit június 10-én este 6 órakor a Radnóti Színházban. Térzene, zenetér rendezvénysorozat. Folytatódnak a Hunyadi téri színes programok. Június hónapban 10-én a Terézvárosi Német Nemzetiségi Kavalkád lép fel. Kezdés 10 óra 30 perckor. Június 17-én 10 órakor az Operett Színház igényes zenés műsorát élvezhetik a nézők. Június 24-én szintén fél 11-kor a Terézvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a Kóbor Zengőzenekar és a Lipa Tánc Együttes gondoskodnak a jó szórakozásról. Az összes eseményen a részvétel ingyenes. Már most szeretném szíves figyelmüket felhívni, hogy a sorozat programjai július hónaptól szombatonként este 6 órakor mutatkoznak be. Az első sztár fellépő július 1-én este 6 órakor, tehát Wolf Kati énekesnő lesz. Jótékonysági gála a Turai Ida Színházban. A Fejér megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Turai Ida Színház rendezésében jótékonysági gálát szerveznek az értelmi sérült emberekért június 16-án. A gálán a színház művészei mellett sérült emberek is színpadra lépnek. Szeretettel várnak mindenkit! Színházi nevelési előadás a Magnetházban. A Magnet Közösségi Ház helyet ad színes, kulturális programoknak, civil, közösségépítő eseményeknek, önismereti, terápiás csoportoknak, valamint spirituális rendezvényeknek igényes, vonzó környezetben. A Nyitott Kör és a Tünet Együttes színházi nevelési programjában 2017. január 26-a és április 6-a között 30 középiskolai osztály vett részt, gondolkodott és játszott a felnőtt érés a felnőtt lét kuszaérzés világával, fizikai, színházi és drámapedagógiai módszerekkel. Most az évadban egyetlen alkalommal a felnőtt résztvevők számára is lehetőséget teremtenek a különleges programon való részvételre. A közöd, avagy esik épp az alma a fájáról, a felnőtté válás és a szülőkről való leszakadás függetlenedés problematikáját járja körül 180 percben a dráma pedagógia és a fizikai színház eszközeivel. Izgalmas, újszerű, fúziós előadásra várnak minden érdeklődőt június 9-én pénteken este 6 órakor az Andrássy úti Magnetházban. Ária est a Magyar Állami Operaházban.
A németországi születésű René Pape a világ egyik vezető basszistája. Sokoldalú énekes, több stílus és nyelvterület perfekt birtoklója, aki karrierje csúcsán érkezik első magyarországi fellépésére a Magyar Állami Operaházba. Ária estjének műsorát maga válogatta, ám örömmel tett eleget a kérésnek, hogy a magyar tematikájú évad záró koncertjeként is szolgáló hangversenyre magyar kötődésű műveket is felvegyen repertoárjába. Igazi, komoly zenei csemegében lehet része annak, aki az Operaházba látogat június 10-én szombaton este 7:30-kor. Resident Art séta a műtárgyak éjszakáján. Június 10-én első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendezik meg a műtárgyak éjszakáját a műtárgy.com összefogva hazai műtárgypiac legfontosabb szereplőit. A délután 3-tól este 10-ig tartó árverésekkel, beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel színesített programsorozat célja, hogy megmutassa a nagy közönségnek azt, milyen izgalmas a műkereskedelem világa. Mivel a műtárgyak éjszakáján az összes program ingyenes, így minden érdeklődőnek lehetősége lesz közelebb kerülni és könnyed keretek között megismerni a műtárgypiac sokszor zártnak tűnő világát. A népszerű 6. kerületi Resident Art Galéria érdekes sétát tervez a lipótvárosi Falk-Miksa utca legjelentősebb klasszikus kép és műkereskedéseibe. A sétát Schneller János művészettörténész vezeti 15, 17 és 19 órai kezdettel. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Június első hete rengeteg különleges programot tartogat egyéb budapesti helyszíneken is. Judafest utca fesztivál. Idén már 3 napon át tart a Judafest utca fesztivál, amely ebben az évben is a Kazinci utca és a környékének ritkán látott arcát mutatja meg. Pénteken és szombaton a történelmi Zsidóny negyed örökségébe, valamint mindennapjaiba pillanthatnak bele az érdeklődők a népszerű városi sétákon, illetve a Dohány utcai zsinagógában, igazi zsidó liturgiákon keresztül. Vasárnap izgalmas átalakuláson megy át a Kazinci utca. Szinte teljes hosszában koncertek, kirakodó vásár, kóstolók, gyerekprogramok és civil szervezetek várják az érdeklődőket, akik a Kérdezd a Rabbit sátorban igazi és alternatív rabbiktól kérhetnek életvezetési tanácsokat. Szeretettel várnak mindenkit június 9-én és 10-én, illetve 11-én. Az eseményen való részvétel ingyenes. Kórusok éjszakája. Idén 5. alkalommal rendezik meg a kórusok éjszakáját a Józsefvárosi Palota negyedben. Több mint 600 énekhang szólal meg közel 20 különböző helyszínen, 70-nél is több koncert keretében, 51 amatőr kórus közreműködésével. A szervezők meggyőződése, hogy énekelni mindenki tud, és a kórus kultúrát nem kell koncerttermekbe zárni. Az éneklés felüdít, megszépít, fellelkesít, megmozgat, összhangba hoz és együttműködésre sarkal. Sőt, kimondottan egészséges is. Ennek szellemében a hazai amatőr kórusok mellett idén Kanadából, Görögországból és Szlovákiából is csatlakoznak a kórusok a fellépők sokaságához. A fesztivál záró akkordja a közös éneklés a Pollák Mihály téren 23 óra 30 perckor lesz. Itt garantáltan mindenki énekelni fog. Énekelni tudóknak és nem tudóknak egyaránt jó program lehet az 5. kórusok éjszakája június 10-én 16 órai kezdéssel a 8. kerületi Palota negyedben. Aki teheti, nyugodtan tegyen egy kis kiruccanást valamelyik vidéki faluba, városba, hiszen a csodás nyári időben rengeteg jó programot kínálnak a szervezők szerte az országban. Nyári etyeki piknik. 2013-ban indult útjára az a rendezvénysorozat, amely megújult tematikával kívánja megőrizni a Pince Fesztivál és a Kezeslábos Fesztiválok értékeit. A nyári pikniken az évszak jellegzetességein keresztül ismerkedhetnek meg a résztvevők kiváló pincészetek boraival, a magyar gasztronómiával, valamint autentikus kézműves sportékákkal. Az izgalmas kulturális programok még tovább színesítik a piknik élményt. Igazi nyári hangulattal várják az egyekre látogatókat június 10-én és 11-én. Az eseményen és a programokon való részvétel ingyenes. Alig ha nem csak egy település van hazánkban, amelynek még a címerében is ott díszeleg a cseresznye. Nagykörű, ez a tiszaparti falu egyenesen a Magyarország cseresznyés kertje címmel büszkélkedhet, s a nagykörűi cseresznye védett márkanév. Az itt termő gyümölcs ízét évtizedek óta ismerik egész Európában. Ez a derűs nyugalmat sugárzó falu most igazi fergeteges programra várja a cseresznyét, a jó ételeket, italokat, a hagyományokat, no és a szép tájat kedvelőket.
Nagykörű az ország cseresznyés kertje elnevezést is kapta. Itt már 150 éve valamennyi családnak köze van a cseresznyéhez, cseresznyeszedéshez. A rendezvény egyik célja, hogy a termelők eladják a frissen szedett gyümölcsöt, hiszen a cseresznye frissen a legjobb. Így a vendégek egyenesen a termelőktől vásárolhatnak, méghozzá áralkú után. A program nem titkolt másik célja, hogy bemutassa a finom gyümölcs ezer arcát, így a rendezvény minden pontján a cseresznye lesz a főszerepben. Befőtt lekvár, pálinka, fagylalt, cseresznyés sütemények és ételek, amelyeket meg lehet kóstolni. Tradicionális magyar ételek, kirakodó vásár, vidám játékok és természetesen a szervezők a kulturális és a zenei programokról sem feledkeznek meg. Az egész napos forgata kimagasló része, a legszebb kert, a legnagyobb szemű cseresznye és a legjobb cseresznyés gazda elismerő oklevelek átadása is. Ezután vidám utcabállal zárul a program. Különleges cseresznyés eseményre várnak tehát mindenkit nagy szeretettel Nagykörűn, június 10-én szombaton. A programon való részvétel ingyenes. Ez volt heti programajánlónk, amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy azt megtehetik az infokukac6oscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!